Nagyon szép napot nektek, örülök, hogy itt vagytok velünk az M3 autóparban, látjátok, ez a Home Office stúdiónk. Itt vagyunk nem messze a kereskedésünktől, a kedves Lola fog nekünk a bemutatóban segítkezni, egy rövid próbautat fogunk tenni a járművel. Annyira gyönyörű kék szeme van, annyira jól megy ez az M3 autóparkhoz, hogy rögtön bele is szeretett ő is ebbe az autóba, nem csak ő, hanem én is, remélem ti is beleszerettek. Kicsit körbeszaladom, és utána meg fogjuk próbálni, egy pár száz métert megyünk ezzel az autóval. Ez egy Opel Astra GTC, 2009 negyedik havi autó, első gazdajától, sérülésmentes karosszériával, és teljesen egyedileg egyedi megjelenésű az autó, hiszen Riga spoilerezés van rajta, optikai tuning, illetve van rajta egy Dodge márkájú 17-szoros alufelni, és mind a lámpatestek, mind a sötétítésről, illetve a sportdobokról van műbizonylat, tehát teljesen hivatalosan és szabályosan közlekedik az úton, akinek van egy ilyen járműve. A teteje lakfeketére fényeződött, a motorja nem tuningolt motor, 9 lovas gyári eredeti motor, ami végigvezetett szervizkönyves, mindenhol találunk benne megfelelő információt a szervizéről, szervizkönyvről a kocsiban. Az akkumulátor tökéletesen és hibátlanul indítja az autót, nem lesz vele gond, ha jön a tél, és már csak azért sem lesz vele gond, mert hogy téli gumi szett is van az autóhoz, ami a csomagtartójában van elrakva. Gyönyörű szép mind az első és mind a hátsó spoilerezés, és itt a hátulján a Sebring dupla 2x2 kipufogódom rajta. Itt a felnyire szerelt téli gumi, 4 darab, kényelmesen elfér a csomagtartóban, a hátulja ugye sötétített, amire szintén megvan a műbizonylat. Itt van a kalaptartó, ezt majd szépen beleteszem a kocsiba, aztán légzsákokat látunk, elől oldalt és függöny légzsákot, a hátsó utasoknak a kényelmes hely, állítható magasságú ülés, kormányoszlop, tükrök, ablakok elektromosan dolgoznak. Megpróbálom magam bekötni, közben megmutatom nektek, hogy van ugye függöny légzsák, nagyon szép kormány, az autónak itt van mellettem a szervizkönyv, a végigvezetett szervizkönyv, mindenről a műbizonylat, a friss műszaki vizsga és a benne lévő záradékban ugye látható, hogy minden szabályosan rendben van az autón. 2 darab eredeti gyári kulcs van hozzá, és 103.797 kilométert futott az autó összességében. Azt leállítjuk. Egy indítás, mint látjátok, könnyen indul, elhasználok a kontrollámpák, hibátlanul minden működik benne, 8,5 fok van. Megnézzük, hogy mi szól a rádióban. Vörös hajú szemüveges, ez nem jött be, mert ő szőke hajú, és abszolút nincsen szemüvege. Nézzük meg, hogy halad az autónk. Egy 2-es dobtam neki. 9 lovas, ugye, nagyon szépen duruzsol a moci. Még egy jobb kanyart is csinálunk ide. A kuplinga nagyon finom, könnyű, abszolút, és könnyebb lesz a sebességeteket is a kézi váltó. Egy harmadik, meg egy negyedik. Elbírja simán ezt a alacsony tempót is. És hogyha gyorsulni akarunk, akkor egy harmadikat visszateszünk, és már is tudunk vele még gyorsabban haladni, de most egyelőre ott tartunk, hogy követjük ezt az autót. Megfordulok a kereskedésbe, kereszteződésbe megfordulunk, és akkor vissza tudunk menni már is. Kipróbáljuk a hátemeletet is, már szépen becsavartam, teszünk neki egy ilyen hátemeletet. Megnézzük visszafelé is az autót. Egy 1-es. 2-es. Nagyon kellemes hangja van ennek a Sebring dobnak ott hátul.
nagyon könnyedén vette tényleg a sebességeket, és a fék is, hogyha elengedtem mindent, látjátok, egyenesen megy az autó, nem húz se jobbra, se balra, nem kapog a futóműve, tulajdonképpen nem kell rákölteni, éppenséggel csak tankolni kell, de még majdnem, hogy az sem, mert jó sok üzemanyag van még benne, tehát közel félig látjátok benne a mennyiséget. Szélvédőt is nézegettem, nincsenek rajta kavicssérülések, nincs rajta repedés. A fűtése az iszonyatos, mindjárt vissza is veszek belőle. Eszméletlen jó a fűt a szerkezet, ki is kapcsoltam. Nem viszi a futóművet jobbra-balra, a kerekeket a széles kerék rajta, ez jó mintázatú, nyári gumi van rajta. Nagyon kis patent szerkezet. Ja, meg is érkeztünk, itt vagyunk a lakásomnál, ugye, mint mondottam, ugye a Home Office stúdióban jelentkeztünk. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Gyertek el hozzánk személyesen, és mint mondottam, valahol elveszett a Tibi csoki, mert ugye, mint mondottam, ez mindenféleképpen ajándékként szerepelni fog ebben az autóban. Oda fogom szépen beletenni nektek a kesztyűtartóba. Már mutatom is. Itt a csokitok. Sziasztok, a viszontlátásra!